A koronavírus járvány csúcsán lakoltatna ki egy kórházat a magyar kormány. A Szabolcs utcai intézmény ráadásul a legveszélyeztetettebbeket látja el, az idős és beteg hajléktalanokat. A lavina innen Budapest belvárosának egyik legnépszerűbb és legdrágább sétáló utcájából indult. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézetnek ugyanis azért kellett új otthont keresni, mert a korábbi épületet az állam eladta kormányközeli vállalkozóknak bőven a piaci ár alatt. Múlt héten derült ki, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egyoldalúan felmondta a hajléktalan kórház bérleti szerződését, hogy oda egy iroda költözhessen. A 13. kerületi épület együttesben 50 férőhelyes krónikus belgyógyászat, 23 férőhelyes ápolási osztály és 18 fős lábadozó is helyet kapott. Bármilyen budapesti kórházzal a versenyt felvenni képes. Kórház, kórtermekkel, akadálymentesítéssel. Breitner Péter, a fenntartó BMSKI szakmai vezetője szerint a Szabolcs utcai ellátóhely pótolhatatlan, kivált kép most, amikor a Covid osztályokat is tehermentesítenie kell. Több mint az 50%-uk a különös rizikófaktorba sorolható ezeknek az ügyfeleknek. Vagy magas vérnyomásuk, vagy szívbetegségük, vagy cukorbetegségük, vagy rengetegen vannak 65 éven felüliek is. Karácsony Gergely főpolgármester nem hajlandó fedél nélkül hagyni a fedél nélküliek kórházát. Facebook oldalán többször leszögezte, az intézmény nem megy sehová addig, amíg a járványhelyzet veszélyt jelent az ellátottakra, vagy amíg a kormány nem ajánl fel egy csere ingatlant. Egyszerűen az, hogy nem megyünk ki, és azért azt megnézem, hogy a járvány kellős közepén egy kórházat mondjuk kilakoltat a kormány. Máger Andrea vagyonkezelésért felelős tárca nélküli miniszter levelében azt írta, a kormány annak ellenére hajlandó június 30-áig haladékot adni, hogy már egy éve tájékoztatott mindenkit a tulajdonos cseréről. 2010 után az összes fővárosi tulajdonban lévő kórházat államosították, azok az épületek, ahova ez a kórház menni tud, azok állami tulajdonban vannak. A főváros továbbra is tárgyal az ingatlan cseréről, de Karácsony Gergely szerint az lenne a legjobb, ha valamelyik budapesti kórházban hoznának létre egy osztályt a hajléktalanok számára.